Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 175 embert vert át az internetes csaló, letöltendő börtönt kér az ügyészség a visszaeső bűnözőre. Felújítások Pakson, 150 millió forintból szépülnek az intézmények. Aratás, kevesebb és rosszabb minőségű búza várható. Megérkezett a kánikula, sok vendégre számítanak a Tolna megyei strandokon. Különös módon bukott le egy az egész országban tevékenykedő csaló. Az átvert áldozatai az interneten kezdték el megosztani saját történeteiket, majd egyre többekben állt össze a kép, ugyanaz verte át őket. Az internetes csaló most akár 4,5 évre is börtönbe mehet, ugyanis nem először áll emiatt bíróság előtt. Az egyik közösségi oldal adok-veszek csoportjában kínálta eladásra használt mobiltelefonokat, műszaki cikkeket, íjakat, sőt még póthajakat is egy 22 éves férfi. Sok esetben álnéven tette közzé hirdetéseit. Miután megállapodott a vevőkkel, azt kérte, hogy utalják át előre a termékárát a bankszámlájára. Ők ezt jóhiszeműen meg is tették, ám a kifizetett árut soha nem kapták készhez. Az átvert vevők próbálták felvenni a kapcsolatot a férfivel, aki kezdetben hitegette őket, majd egy idő után elérhetetlenné vált a számukra. A férfi 175 az ország különböző pontjain élő embertől csalt ki összesen 6 millió forintot. Sok esetben ezeknek az értéke nem haladta meg az 50 ezer forintot, de előfordultak olyan esetek is, 22 olyan eset, amikor az 50 ezer forintot meghaladta, de az 500 ezer forintot nem érte el az okozott kár, itt több 100 ezer forintos kárértékről is szó van. Az internetes csaló úgy bukott le, hogy az internetes közösség tagjai elkezdték egymás figyelmét felhívni a csalóra, és többen feljelentést is tettek a rendőrségen. A férfi nem először vert át így embereket az interneten, bíróság előtt is állt már emiatt, még 2018-ban. Akkor bűnösnek találták, pénzbüntetésre ítélték, azonban mindez nem tartotta vissza attól, hogy a család magatartását megismételje. Az ügyészség a korábban letartóztatásban, majd bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt vádlottal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyek gyakorlásától eltiltás kiszabását szorgalmazza, illetőleg pénzbüntetés kiszabását, azzal, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást a vádlottal szemben. A férfi 3 hónaptól 4,5 évig terjedő börtönt kaphat tettéért. 13-ról 14-re emelkedett a Tolna megyei igazolt fertőzöttek száma a koronavírus.gov.hu kormányzati portálon megjelent adatok szerint. Utoljára egy hónappal ezelőtt történt változás a Tolna megyei adatokban. Akkor néhány nappal később el is tűnt az újonnan feltüntetett beteg, s visszaállt 13-ra a számláló. Az utólagos korrekcióra általában azért kerül sor, mert a pozitív mintavétel után kiderül az illetőről, hogy nem az adott megyében él. Egyelőre nem tudni, hogy új megbetegedésről van-e szó. Mivel a koronavírus járvány idején a távmunka számos területen bevált, a kormány azt tervezi, hogy változtat annak szabályain. A tervek között szerepel a távmunka fogalmának kiterjesztése, a munkáltató és munkavállaló közötti megállapodás új alapokra helyezése, közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A munkavégzés helye a munkavédelmi előírások betartása mellett szabadon választhatóvá válna. A későbbiekben a távmunka akár részlegesen, a felek megállapodása szerint a munkanapok egy részében is megvalósulhatna, tette hozzá. A szabályozás lehetőséget biztosítana arra is, hogy a munkáltató távmunkavégzés esetén hozzájáruljon a munkavállalók költségeihez, a szükséges eszközök beszerzéséhez, akár kedvezményes adózási feltételek mellett. Több mint 150 millió forintot költ a Paksi önkormányzat az intézményi felújításokra, karbantartásokra és tisztasági festésekre. A munkák jelentős részét a nyári időszakban végzik el. Vadonatúj a parketta a Munkácsi utcai Tagovoda egyik csoportszobájában, a padlózat cseréjén túl további felújítás is megvalósult az elmúlt időszakban. A Mókus csoportba például egy új fal épült, így megszűnt a régi tolóajtós elválasztás. Az intézmények felújítása folyamatos a nyári időszakban. Több mint 150 millió forintot költ a különféle munkálatokra a városvezetés, mondta Szántó Zoltán alpolgármester a Közéleti magazinban.
Intézmény felújítási sorra az idei évben 88,9 millió forintot tett a képviselőtestület, karbantartás, intézmény karbantartás sorra 59,7 millió forintot, és a tisztasági festésekre külön 25,4 millió forintot biztosít a város, hogy a paksi gyermekek olyan körülmények között töltsék a mindennapjaikat ezekben az intézményekben, amelyek ritkák még a környezetünkben is. Van olyan intézmény, ahol még nem készült el a felújítás, azonban a szervezésnek köszönhetően a munkálatok nem befolyásolják a nyitvatartást, tette hozzá Paks alpolgármestere. A Napsugár óvoda Vörösmarty utcai tagóvodában nem végeztek egyedül. Intézményvezető asszony jelezte, hogy az elkövetkező hetekben 15-20 gyermekre számítanak a szülők jelzései alapján, ezért gyakorlatilag megoldható, hogy egy kicsit összébb vonják a csoportokat, és ott menet közben a nyitvatartás biztosítása mellett történjenek meg a szükséges felújítások. A Paksi Benedekelek óvoda Kishegyi úti tagóvodájában is lesz felújítás, még a nyáron mindegyik csoportszobában újakra cserélik a régi radiátorokat. Az átlagosnál lényegesen gyengébb az idén a búza minősége országos szinten, ezért a malmoknak nehezebb összeszedniük a lisztnek valót. Emiatt drágulhat az étkezési gabona és a liszt, a takarmánybúza viszont olcsóbb lehet. Ugyanis azok a búzák, amelyeket nem lehet a malmoknak eladni, 20%-kal is olcsóbbak lehetnek az étkezési minőségnél, írta a Világgazdaság. Tolna megyében is fáj ez miatt a gazdák feje. Egyelőre az őszi búza betakarításánál tapasztalják a terméshozam visszaesést. A gazdálkodók idén a tavaszi aszályok miatt a tavainál alacsonyabb termésátlagot, nagyjából hektáronként 6 tonnát tudnak learatni. A kedvezőtlen időjárás pedig nem csak a mennyiségre, a minőségre is rányomta a bélyegét. Az idei termés legnagyobb része ugyanis malmi helyett csak takarmány minőségű lesz. Az idei évjáratról elmondható, hogy nagyon szép vetések voltak, a gazdálkodók megadtak minden tápanyagot a növényeknek. Idejében bekerültek a földbe a vetések, szépen is teleltek a kalászosaink. A tavaszi március-áprilisi csapadékmentes időjárás viszont a minőségre rendkívül rossz hatással volt, megszorultak a szemek, úgyhogy a legjobb területeinken is 50%-a a takarmány és 50%-a a malmi minőség. Ismét repülőről írthatják a szúnyogokat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogírtást. Az intézkedésre azután kerül sor, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tájékoztatta az országos tisztifőorvost, hogy az elmúlt hetek esőzései miatt elszaporodtak a vérszívók, és a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi kémiai módszerekkel már nem biztosítható. Ezért a Népegészségügyi Központ engedélyezte a szúnyogok légi úton történő gyérítését. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rovarok a csípés kellemetlen érzésén túl több fertőző betegséget is terjeszthetnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre és szerdára is veszélyjelzést adott ki a hőség miatt. Több területen, köztük Tolna megyében is a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot. A hőmérséklet napközben 27 és 34, késő este 20 és 25 fok között alakul, írja a kiderül.hu. Fellélegezhetnek a Tolna megyei strandok üzemeltetői, megérkezett a tartós jó idő. Az elmúlt hetek időjárása nem kedvezett a fürdőhelyeknek, de ezen a héten igazán jó forgalmat várnak a strandok és a vendéglátóhelyek. Nagy az élet Faddombori strandján, pedig hétköznap délelőtt van. Rengeteg gyereket lehet látni, fiatal családokat és nagyszülőket unokákkal. Aki teheti, itt van ebben a végre tartósan meleg időben. Szeretsz itt lenni? Nagyon. Miért szeretsz itt lenni? Mert tudunk fürdeni. Nagyon élvezzük, nagyon szeretünk itt Domboriban lenni. Örülünk, hogy kimozdulhattunk otthonról már a karantén után. És jó, nagyon tiszta, nagyon rendezett, az idő szuper. A gyerekek élvezik, kicsit fáradtak, de az egész napunkat itt töltjük. Sőt, minden hétvégén
újabban. Az önkormányzat biztosítja a strandolásnak azon feltételeit, amiért belépőt kellene szedniük. Ilyen a mosdó, zuhanyzó használata, úszómester, egészségügyi szolgálat és a terület karbantartása. Sokaknak nem utolsó szempont, hogy a belépés díjtalan. Vaddombori Holtága megye egyetlen ingyenesen működő strandja. Sok szeretettel várunk mindenkit, sokan is vannak, és hát az első rendezvényünk is meg volt a hétvégén. Hát remélem, hogy a következő hétvégén a kajakversenyek és a sárkányhő versenyek is szép rendbe lebonyolódnak. Ekkor még több látogatót várnak, akiknek csak arra kell költeni, amit fogyasztani szeretnének. Nagyon sokan járnak ide még hétköznap délelőtt is, azonban a hétköznap 4-5 óra után és a hétvégen még forgalmasabb, mondta Vusin Gábor, a strandüzemeltetője. Mindenki próbálja kiélvezni ezt a helyzetet, hogy ilyen jó az idő, ilyen jó a vízhőfok, ilyen kellemes a környezet, és hála Istennek sokan vannak Domboriban. Ez köszönhető az igényes kultúrát, környezetnek, természetesen az ingyenességnek, meg hát a jó szolgáltatásoknak. A vendéglátósok sem panaszkodnak, bíznak az időjárásban. Talán kitolódik egy picit a szezon, és hogy valamit az év a szezon elejéből visszakapunk a szezon végén esetleg. Talán erre számítunk. Szálkán is sokan strandoltak most, hogy itt a jó idő. Nagyon kellemes, tegnap felfedező körúton jártunk itt, és megnéztük a büfét, illetve a partot, és nagyon szimpatikusnak találtuk. Pálffy János, Szálka polgármestere elmondta, abban reménykednek, hogy még sokáig tart a jó idő, így több vendéget tudnak majd fogadni. Győrtől Békés Csabáig, Nyíregyházáig, mindenhonnét van érdeklődés, úgyhogy már van neve a strandnak, és szeretik is jönnek. Egyre többen látogatnak egy napra, két napra, több napra. A szálláshelyeink, hál' Istennek, fullon vannak rendszeresen. Szálkán és Domboriban most bőven van vendég. Köszönhető ez az ingyenes, illetve az alacsony belépőknek és a kellemes környezetnek is. A Szekszárdon kialakult közfelháborodás ellenére sem csökkentek a július 1-jei nyitás óta a helyi strand belépőinek árai. Az Éjjel Szekszárd frakció vezette ifjúsági bizottság ugyan felszólította a saját frakciójuk által kinevezett Malomsoki Krisztiánt, hogy mérsékelje az árakat, ám erre ez idáig nem kerül sor. A bizottsági döntés értelmében egyébként az igazgatónak erre augusztus 1-jéig van ideje, annak ellenére, hogy csak televíziónk Facebook oldalán több százan fejezték ki nem tetszésüket a drasztikus mértékű áremelés miatt, már július elején is. Új elnök helyettese van a Szekszárdi Járásbíróságnak. Barkóczi Balázs polgári peres bíróként az elmúlt 12 évben dolgozott már Pakson és a Szekszárdi Törvényszéken is. Az elnök helyettesi pozíciója mellett pedig tagja az Országos Bírói Tanácsnak is. A 15 tagú testület legfőbb feladata, hogy ellenőrizze az Országos Bírósági Hivatal elnökének munkáját. A járásbírósági szintről 6 tag kerülhet be, ezek egyikek közé választottak a közelmúltban, ami személyes értelemben egy nagyon komoly siker is, de ennél talán fontosabb, hogy egy nagyon nemes feladat. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Viták a Zsolnai negyedről, milyen feladata lesz az új vezetőnek, hogyan finanszírozzák. Anna napi búcsút tartottak a Baranyai Kiskassán, kulturális műsorokkal várták a vendégeket a szervezők. Bepótolták a találkozóikat a nyugdíjasok, több mint 300 vendég érkezett Sásdra a hétvégén. Félti a pécsi kulturális negyedet a korábbi városvezetői oldal. Szerintük a működtetést végző cég vezetői pozíciójára kiírt pályázat szerint váltásra készülnek a társaságnál. A kulturális negyedből buli negyed lehet, ezért aggódik a pécsi polgári oldal. Közben a pécsi alpolgármester azt mondta stábunknak, hogy erről szó sincs. Azonban arról igen, hogy nagyobb látogatószámot és több saját bevételt szeretnének a negyedtől. Közben a Zsök állami támogatása még mindig kérdéses. A Zsolnai Örökségkezelő vezetésére kiírt önkormányzati pályázat kulturális bizottsági vitáján készültek ezek a felvételek korábban. Akkor attól tartott a pécsi ellenzéki oldal, hogy a kulturális negyed új vezetőjének feladata az lesz, hogy egy buli negyedet alakítson ki. Nagyon sok minden belekerült a pályázati kiírásba, és többek között
hogy az új vezetőnek feladata lesz egy fajta funkcióváltásnak a előkészítése is, ami én szerintem általam előbb elmondottakat igazolja szintén, hogy itt elképzelhető, hogy egy ilyen szórakoztató negyedet szeretnének kialakítani. Közben a pécsi alpolgármester stábunknak azt mondta, nincsenek ilyen terveik. 8-10 milliárdot bukna a város. Ugye uniós pályázatból kéne visszafizetni, be 23-ig negyedeként kell működtetni, bebuknánk a modern város szerződést. Tehát ezért látni kell, hogy ennek az egész pletykának mondjuk se valódiság alapja nincsen, se egyéb észszerű érve. A másik része, hogy a negyed kapcsán egyértelműen szeretnénk a turisztikai marketing és az egyéb olyan menedzsment funkciókat erősíteni, amelyek a több turistát és a rendezvényeknek a rendezett kommunikációját segítik. Ugye ezért került kiírás a ügyvezetői pályázat. A pécsi kulturális negyed pénzügyi támogatása kormányzati és önkormányzati keretből történik egy 2015-ös megállapodás alapján. Ez szerint a városnak egyre nagyobb részt kell vállalnia. Így idén a tervek szerint 1 milliárdot adna az állam és 200 milliót a város. 2023-ban viszont 800 milliót az állam, illetve 400 milliót Pécs. Ezért szeretne a város több látogatót a negyedbe, ami több bevételt jelentene. De ez nem Buri negyed kialakítását jelenteni, az alpolgármester szerint. Megtarthatták Anna napi búcsújukat a kiskassai németek. A járványügyi szabályok lazítása adott erre lehetőséget. A település megemlékezett a helyi német ajkúak világháborús áldozatairól is. Vasárnap kulturális előadásokkal, valamint gyermekprogramokkal várták a vendégeket a búcsúnapjának kiskassai németek. Lovas vezeti a felvonulást a Baranyai Kiskassa főutcáján vasárnap délután. A menetben a kulturális műsor szereplői vettek részt, akik utána a helyi kultúrház udvari színpadán léptek fel. A műsor nagyon színes, épp említettem itt a fellépőkkel, hogy 15 éve Nóra állandó meghívói vagyunk. Igyekszünk mindig újat hozni, és a csoportokban is színeset összeállítani. Hagyományosan az Anna napi búcsút tartották vasárnap a baranyai településen, ahol korábban többségében németek éltek. Rájuk is emlékeztek vasárnap. A falunak nagyon sok áldozata volt az első világháborúban is, meg a másodikban is, és természetesen a Málenki robot, miután ez egy német falu volt, igen erősen érintette az itt lévő lakosságot, hát főleg ugye a fiatalasszonyokat. A délután pedig, hát egy órakor már azzal kezdődik, hogy itt van a kisvonat, egy piros kisvonat, aki járja a környező falvakat, mert gyönyörű ez a vidék, tehát maga Kiskassa is egy nagyon szép fekvésű falu, de ugyanúgy a szomszéd falvak is. Míg a színpadon a kulturális műsorokat élvezhették a látogatók, addig a gyerekeket játékok várták a kiskassai kultúrház előtt. Az idei kiskassai Anna napi búcsúra a becslések szerint közel 400-an érkeztek vasárnap. Az elmaradt rendezvényeiket tarthatták meg a nyugdíjas szervezetek Sásdon is. A pandémia miatt kellett elhalasztaniuk az eseményeiket tavaszról. Több mint 300 vendég érkezett a településre, köztük előadók, akik műsorszámaikkal kedveskedtek időstársaiknak. A Sásdi önkormányzat kiemelten kezeli a nyugdíjasokkal kapcsolatos kérdéseket, ez bizonyítja, hogy idősügyi tanácsot alapítottak. A pécsi búzavirág népdal és tánckor a színpadon a Sásdi Közösségi Házban szombaton. Népdalcsokorral érkeztek az eseményre a Baranyai megyeszékeiről. Vezetőjük azt mondja, már nagyon hiányzott nekik a nyilvános szereplés. Nagyon-nagyon sokszor részt veszünk mi ilyen nyugdíjas rendezvényen, és boldogok vagyunk, mert mostanában ez az első rendezvény, ami után kitört ez a COVID-19-es borzasztó járvány, azóta most jövünk először rendezvényre. Tehát nagyon örömmel jöttünk, és örülünk, hogy ilyen sok-sok kedves, ismerős arcot találunk ezen a rendezvényen. A rendezvény valójában több elmaradt esemény pótlását jelentette, azokét, amelyek a vírushelyzet miatt elmaradtak tavasszal, mondja a főszervező. A nyugdíjasok, idősek, az életet az éveknek Országos Szövetség Baranya megyei szervezetének nyugdíjas fesztiválját, a Baranya megyei mozgáskorlátozottak egyesületének Sásdi csoportjának az egészségnapját zenés mozgásterápiával, és a megyéken átívelő szenior örömtáz találkozót Baranya és Tolna megyéből.
Ezt a három programot fűztük így össze. A Sásdi önkormányzat kiemelten segíti az idősek, nyugdíjasok programjainak megvalósítását, mondja a polgármester. Sásdon két nyugdíjas klub is létezik. Új hír, hogy képviselőik bekerültek az önkormányzat egyik szervezetébe. Megalakult egy idősügyi tanács, ahova mind a két nyugdíjas klub tagjai delegálnak tagokat. Ez a polgármester elnökletével működik, és egy ilyen konzultatív, javaslattévő, véleményező szerv. Azt gondolom, hogy ez a jövőben nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy az idősek javaslatait az önkormányzati döntések meghozatalánál figyelembe tudjuk venni. Volt is ülése ennek az idősügyi tanácsnak, és hát a jövőben ezt rendszeressé kívánjuk tenni. A szombati eseményre Baranya megye több településéről érkeztek nyugdíjasok, köztük énekesek és táncosok, akik előadásaikkal szórakoztatták idős társaikat. Összesen 320 meghívott vett részt a nyugdíjasok eseményén Sásdon. Győzelemmel zárta az edzőmérkőzések sorát a HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata. Jelen a Richard együttese a nyári felkészülés utolsó találkozóján a horvát NK Vutex Sloga Vukovár csapatát fogadta. A találkozót 0-0-es félidő után 2-0 arányban a házigazdák nyerték. A Kozár Michelini csapat augusztus 2-án 17 óra 30 perckor a Paks FC 2 ellen hazai pályán kezdi meg az NB3-as bajnokságot. Egy héttel a szezon rajt előtt horvát ellenféllel játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata. A házigazdák több játékosa is sérüléssel bajlódik. Fenyvesi Olivérre és Márkvárt Patrikra még nem számíthat a vezetőedző, de Kirtner Krisztián és Babinski Bence hamarosan bevethető lesz. A találkozón lényegesen többet birtokolta a labdát a Kozár Michelini gárda, a szervezetten védekező vukovári csapat csak ritkán támadott. Az első fél időben mégsem született gól, így 0-0-ás állásnál vonultak rövid pihenőre a csapatok. Az első találatig a 63. percig kellett várni, amikor Horváth Dániel 19 méterről talált a vendégek hálójába. A 78. percben egy szabálytalanságot követően Turi Tamás magabiztosan értékesítette a büntetőt, és ezzel beállította a 2-0-ás végeredményt. Meg voltam elégedve a csapatjátékával, van mit javítani persze, de összességében jó volt. A magam játékával meg vagyok elégedve, itt a vége fel elfogyott az erőm, de szerintem jó voltam. A mérkőzés nagyobb arányú győzelmet is hozhatott volna, de a befejezések nem voltak pontosak a házigazdáknál. 70 percig nagy jó, iramban jól teljesített a csapat, türelmesen játszottunk, több kialakított gólhelyzetet tudtak a srácok végigvinni, de viszont a befejezések gondok voltak. 2-0 után meg igazándiból már nem az igazi volt, el is fáradt az ellenfél, és már nem olyan volt a játék sajnos, amit szerettünk volna. A Kozár Michelini csapat augusztus 2-án 17 óra 30 perckor a Paks FC 2 ellen hazai pályán kezdi meg az NB3-as bajnokságot. És végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. 175 embert vert át az internetes csaló, letöltendő börtönt kér az ügyészség a visszaeső bűnözőre. Felújítások Pakson, 150 millió forintból szépülnek az intézmények. Aratás, kevesebb és rosszabb minőségű búza várható. Megérkezett a kánikula, sok vendégre számítanak a Tolna megyei strandokon. Szerdán a hőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedik, sok napsütés, csapadékmentes idő várható. Kissé élénk, északi szél fúj. Este, éjjel többnyire nyugodt, eseménytelen időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!